Már rég élednie kéne! Már rég! Csuszi termékek. Arcade Champions. Pólók, pulóverek, bögrék és még sok minden más. Link a leírásban. Bossfightozni fogunk, bizony, randomokkal és szerencsekerékkel egyaránt. Annyit mondhatok nektek, valószínűleg rengeteget fogok rage-elni, valószínűleg rengeteget fogom szidni a csapattársakat. Vágjunk is bele a stúdióba, itt is vagyunk a szerencsekeréknél. Első pörgetés nem más, mint... Bam! Hát akkor nem kell váltanom! Pont ő volt itt bent a képernyőn. Ez vajon véletlen lenne? Vagy Illuminati? Pillanatokon belül már vége lesz ennek a játéknak, de legalább jó csapattársakat kaptunk, nem néz ki az olyan rossznak ez az egész. Shelly és El Primo alapjáraton is szerintem jó itt ebben a játékmódban. Így meg főleg, hogy egyikünk se hal meg. Szerintem ez már most meg lesz innentől kezdve, ugyanúgy a csapattársak is szépen lehozzák. Van srácok, teljesült. Úristen, normálban tudtuk teljesíteni, Pemmel ki gondolta volna. Itt rányomunk a remove-ra, hogy biztosan őt már ne tudjuk. Bye bye Pem. Pedig esküszöm, nagyon jó lett volna még vele menni. De Bibivel fogunk! Na hát, csapattársaknak kaptunk két close range-est, ez elég nudli így. Viszont, ez egyiből nem rossz, hogy el tudom ugye lökni az ellenfélt, amikor pont rakétázna és nem fog tudni rakétázni, de hát... De rossz lesz ez! Jézusom! Hát nem tudom szinte ütni, mert azonnal rám fordul és kapom a sebzést tőle. Valóban be kéne amúgy őt zárni, és akkor ott folyamatosan visszapattintani a bubble-t, és úgy lehetne sebezni rá. Hát most ezekből a pozíciókból annyira nem lehet ugye rátúrni. Szép volt a knockback, amit tolt itt folyamatosan a Shelly, egész jól csinálja a dolgát. Ez már meg lesz, 6%-nál járunk, és a Shelly az iszonyatosan carryzi ezt az egész mérkőzést. Amúgy most sokkal jobb csapattársaim vannak, mint az előző videóban, úgyhogy én nem tudom, mi történik itt, de remélem, hogy ezt tartani fogjuk. Na, hát a következő karaktert is megnézzük, hogy ki lesz, amiben már expert szinten fogunk menni. Nem is bánom annyira, de lehet azért rosszabb karaktert kapni bőven itt ezek közül, sőt, inkább több rossz karakter van, mint jó. Nézzük, ki lesz a harmadik, akivel expert szinten kell mennünk, Brock! Annyira nem jó itt, mert nagyon lassan tud reloadolni, és a végén nagyon, nagyon halál vár rá. Jó lesz a tüzes, jó lesz a tüzes, én azt mondom, meglátjuk, hogy mi lesz. Az a jó, hogy amúgy ezt tud stackelődni ez a Star Power, szóval, hogyha többet lövök alá, és több ilyen tüzes terület van, akkor többször sebez be. Ugye múltkor a 4 rakétásat vittem, de így most megáll benne, kapja még kétszer ezt a sebzést, baromi jó. Hát most ahogyan nézzük, egész jó csapattársaink vannak, és szerintem ez meg lesz. Még az is jó lenne, ha mondom, Angry előtt meg tudnánk csinálni. De azért oda kell figyelnünk, hogy nehogy meghalljon valamelyikünk még pluszba. Ujjaj. Focus the bot, az cső. Nehogy már itt történjen még valami para. Oké, alászórunk, gyerünk, egyetlen egy lövés, és ott van, GG! Azért megizzadunk, érzem, hogy már egyre nehezebb. Na most ugrik a majom a vízbe. Na most nagyon. Jó! Ez szerintem annyira nem rossz. Kevés HP-ja van, esetleg lassú is a karakter, de ez jó. Eddig nagyon szerencsések vagyunk. Srácok, mesterszint, a Rico azt szerintem jó. Szuperrel is ugye sok sebzést lehet bevinni. Oké, gyerünk, pumpálni kell a sebzést, pontja Bob és Lord. Miért érzem azt, hogy ez nem lesz annyira jó? Nagyon kemény. Hát annyi sebzést kitolok itt rá, nem is tudom, mit csinálnak a többiek amúgy, de én fullon nyomom neki, érted? Annyit ki tudok tolni sebzést egy az egybe. Ó, ne hajj meg, ne már! Jó, ezt a szutykos ki kell lőni, muszáj. Ne! Az utolsó pillanatokban nem akarok megpusztulni. Kezdődik már megint ez a hülyeség. És jön a rakéta ilyen közelre! Élegyetek már! Ne! Úristen! Lőd már agyon! Lőd már le! Lőd már! Istenem! Most jó lenne ezt megdönteni, jó lenne az insane-t úgy randomokkal összehozni, szerencsekerékkel meg minden, de múltkor itt döglöttünk meg. Nézzük, kit fogunk pörgetni, Rico már sajnos ugye nem jöhet, ugye őt kiszedjük innen a listából. Valami jót, fohászkodok hozzád, hogy jó legyen. Nem olyan rossz,
De nem is olyan jó. Hyperrel visszük be Anitát, hát ha valamit tudunk csinálni. Hát ha túléli a macink, és akkor le tudja majd szedni esetleg az utolsó pillanatokban. Most az a lényeg, hogy folyamatosan kéne sebeznünk, tehát jönnie kéne a másik csapattársnak is, de ott passzívan már megint fogyatékos kaptunk. Mit csinál az a Niemar? Nézzétek meg, nem is akar támadni. És nagyon sok idő, míg felviszem a szuperemet, pedig most nagyon az elején... Úristen. De ennyire fogyatékos tényleg nem lehet valaki. Mehet a Maci, most szóljon neki, azaz, baby! Büszke vagyok rád! Hát ez nem sok sebzés, viszont szép volt, Neymartól. Nagyon szép volt, jó, jöhet a következő Maci. Hú, ez nem is olyan rossz. És hamarosan Furious lesz a bot, úgyhogy most már illene kivégezni. Nagyon illene kivégezni ezt az ellenfelet, gyerünk, baby! Úristen. Na most lesz itt végünk, srácok. Tehát itt pillanatok alatt kivégezhetnek, szevasz. Pontosan erről van szó. Ugyanúgy mindenen keresztül fog menni, ha nincsen speedünk nekünk annyi, és muszáj vagyok menekülni, hiszen hogy a csapattársaimat úgyis ki tudják végezni, ennyi. Mind a kettő megpusztult, 13%-nál járunk, olyan közel vagyunk már ahhoz, hogy meglegyen, de iszonyat gyorsan jönnek a rakéták, iszonyat gyorsan jön minden, közben jönnek 6 millióan körülöttünk, nagyon jó ez, ó Istenem, de jó, de cukorfalatok vagytok, komolyan mondom. Viszont élethetnének már a csapattársaim, még éppen, hogy ki tudtam mászni ebből az egészből, de már 1300 HP-n van, és meg is pusztultam. Hát élednünk kellene, de annyi lenne a lényeg, hogy életben maradjanak. Menjen már a genyóba, King Neymar, mit arcoskodsz ott az utolsó kevés kis HP-dal, fogyatékos? Hát nem csoda, hogy vesztünk. Meg lett volna az egész mérkőzés simába, ha nem ilyen retardátat kapunk magunk mellé. Menekülnie kellett volna az utolsó pillanatokban. Nitát már nem pörgethetjük ki. Milyen kiderül, hogy ki lesz így a maradék. A következő pedig nem más, mint Sandy. Max, Jézusom, na jó. Mondjuk el tudunk tűnni, tényleg ilyenkor nem vesz észre minket. Hát tényleg ilyenkor nem tud minket lőni, várjál, ez nem olyan hülyeség. Azaz, nézd meg, keresgél minket, szegény. Fogyatékos, azt se tudja, hun vagyunk. De egy tök jó amúgy, mert beáll a karakter. Csak sűrűbben kéne felvinnem ezt a szupert. És ha folyamatosan fel tudom vinni, akkor viszont nagyon jól járunk. Látod, mit csinálok? 6 millió IQ-val rendelkezik. Shit! Ne! Nehogy meghaj. Ha meghalsz, megöllek. Akkor nem. Hogy vesztek észre? Ne! A kisgenyók azok észrevesznek, tehát figyelni kell a kisgenyókra. Hol életsz már, Iko? Mennyi idő, míg életsz? Jááá! Mi ez a sok idő? Már rég élednie kéne! Már rég éled... Mi? Mennyi ideig volt halott? Mennyi ideig? Élet csak rögtön meghalt. Ja, jó! Jó, oké. Pedig Sandyvel is szét lehetett volna. Jézuson, de szét tudtuk volna szedni. Sandy kikerül már sajnos ebből a listából, pedig amúgy annyira nem volt ez rossz, mit gondoltam volna. Jó. Hol vannak a csapattársak? Látjuk őket? Nem csinálnak semmit. Erről van szó már megint. Ezt ti miattatok, hát... De milyenkor kéne sebezni, amíg még nem Furious, de nem fogyatékosak mind a ketten. Nem, a Daryl azt se tudom, mit csinál, piknikezik, vagy megjött éppen, menstruál, tampon cserél, nem tudom, mit csinál, viszont nagyon rosszan állunk. Hát ilyenkor már rég le kellett volna sebezni, itt kellett volna lenni, szét kellett volna már szedni az arcát ennek. Nem, most megint bukni fogunk. Te meg menjél el másik irányba? Meg fogunk így pusztulni, így is, úgy is. De amúgy én... Ott a nagy segítőkész csapattársunk a pálya másik végén. Épp bevásárol, nézd meg. Jaj, de ügyes vagy, tesó. Én ide belököm, az cső. Daryl el van amúgy. Sétál, mint a nyugdíjas. El van, nem törölik itt a rakétákkal, Kim Jong-unnal. Meg azt mondja, szarik a világra. A harmadik világháborúra meg ilyenek. El van, az jó van. Ülj, meghaltunk. Jó, szevasztok. Hát, fajn volt nagyon. Penny most már ki fog kerülni, sajnos. Egye ki. Nézzek, Mortison van! Mortison van, még nem pörgettünk, de Mortisról fog indulni. Akkor nem Mortis lesz, ugye? Már mondjuk volt ugyanazt mutatja. Na nézzük. Ki lesz a szerencsés? Wow! Dynamite! Jól laktál, fiacskám? Jól laktál? Megvan a 4 Power Cube, de világéletedben nem akarsz semmit csinálni vele. Olyan ügyes vagy!
Büszke lennék rád, komolyan. Ó, Istenem, fogyatékosokkal van tele ez a játék. Minek szedi fel? Minek szedi fel, ha nem csinál szart se? Mert tényleg nem csinál amúgy. Megint azért ugrott be csak, hogy felvegye? Felvedd utána. Na, megérte? Nem érte meg. Már több sebzés vittem volna ki, ha nálam van, tényleg. Hát azóta folyamatosan csak én damage-elem. Ez is csak itt áll. Nem mennek rá. Nem csinálnak... Én ezt nem hiszem el, amúgy nem értik a játék lényegét, hogy ezt kell kinyírni. Hogy ez nem showdown, nem egymás ellen vagyunk, vagy mi van? Bujócskáznak? Ipi apacs? Furiousre vált meghaltunk, mint az állat, de hát annyi HP kellene még hozzá, hogy ez így esélytelen már megint. Tessék, meghaltak még azelőtt, mielőtt Furious lett volna az egész, és én is megpusztulok. Gyönyörű game volt. Nagyon szép csapatmunkát láthattunk itt. Hát az amúgy most pont leírja az arc kifejezésemet, ami Dynamite-nak van. Nézzetek az arcára. Nézzetek az arcára. Ketten szégyellik magukat, szégyelhetik is, mint az állat. Világban nem sebeztek rá az ellenfélre. Én meg ott vagyok, hogy rage-elek, mint a genyó. Hogy mi a túrót csináltatok, ti szerencsétlen állatok. Na, az Dynamite kifejezés, az pont az én vagyok. Na oké. Okay. Egyre kevesebb karakter, ami azt jelenti, hogy egyre több esély arra, hogy Mortis kipörgessük. De mekkora sebzést fogunk kivinni ezzel a karakterrel. Úristen, Mortis is velünk van! Yes! Mit fogunk csinálni? Van egy Mortisunk, srácok! Jussef! Miért? Még már csak miatta nyerhettünk volna, nem hiszem el. Ha kapok egy jó karaktert, biztos két rossz csapattársat fogok kapni, és ugyanúgy nem lesz esélyünk. Na jó, nézzük! Gyere! Két Shelly! Mi a túró? Három close range-es karakter, gyerünk! Carry! Hát csak egymás közt adogatjátok a izét, az kész. Gyere, üssél. Jó, elég lesz! Ennyire azért nem. Csak hogy vigyek sebzést, azaz. 60 HP, jó az. Nem kell ennél több. Azaz. Na jó van! Pusztulj meg! Fogadjunk, hogy megpusztulsz. 5%-nál járunk. 5%! Gyerünk, életek, azt durrantom az arcba. Ez már meg lesz, durrantom az arcba a sebzést. Azaz, baby, megvagyunk. Szevasz, easy win. Easy win. GG. Megvan az inszén. Randomokkal pörgetve minden genyó meglett a végére.